felújítják a Városháza három épületét. Erre Európai Uniós pályázaton több mint 140 millió forintot nyert az önkormányzat. A munkálatokat már elkezdték, és a tervek szerint augusztus 31-ig befejezik. A Városháza falán lévő lyukak jelzik a konvektorok helyét, az elavult fűtési rendszert hamarosan korszerűre cserélik, de másik kerül ennek a jelenleg nem túl szép látványt nyújtó ajtónak a helyére is. A Városháza többi három épületéről van szó, járáshivatal is van már benne, tehát két hivatalnak a felújítása Európai Uniós pályázati pénzből, 100%-os támogatás, tehát saját pénz, önkormányzati pénz nincs benne. 142.887.000 forint a támogatás, és ebből kicsivel, mert ki kell egészíteni egyéb munkákra saját erőből, ami szükségessé válik. És hát lóhalálába kell, hogy megvalósuljon, mert augusztus 31-e az a határidő, ami most előttünk áll, a kivitelező helyi cég és az alvállalkozói valamint előttünk. Tehát én remélem, hogy nyár végére megvalósul a pályázati rész. Ha saját erőből még valami szükségessé válik, erről majd a képviselőtestület fog dönteni, akkor az lehet, hogy egy picit csúszik, de hát az örömnap után nagyjából remélem, hogy kész lesznek az épületek. A felújítás külső és belső munkálatokat is magában foglal. A legfontosabb már a legrégebbi, tehát a konkrét Városháza, az A épület. Jellemzően belső itt konvektorok voltak, és a C épület, az okmányirodai épületben is energia zabáló rendszer volt. Itt a fűtés átalakul központi fűtéssé, tehát radiátoros fűtéssé, és hát a világítás sem mindenhol jó. Világítás korszerűsítés is történik. Nyílászárók korszerűsítése, és a udvari, tehát nem az utcai, a nyílá, megmarad a kép a Városháza épületének, a belső nyílászárók az utca felé, és az udvari homlokzatnak a hőszigetelése is megvalósul. Ugyanez megvalósul a C, tehát az okmányirodai épületbe, és a B épületbe teljes külső homlokzat és teljes nyílászáró csere fűtés, ott már kazán van, de 1000 éves, egy hatalmas helyiséget tölt meg, korszerűbb kazán kerül oda is, és a teljes külső homlokzat, meg a fűtés, és ott is egy picike világítás, korszerűsítés, meg ezeknek a munkáknak a helyreállítása. És ha még nem unalmas a sorozat, a napelemek is kerülnek az épületekre, a B-re és a C-re, tehát az okmányirodai, az az áramellátást segíti és takarékosabbá teszi a működésünk. A felújítás miatt előfordulhatnak kisebb fennakadások a hivatal életében, ezért a lakosok türelmét kérik az itt dolgozók.